Keressük meg Isten igéjét, ami a Ézsaiás proféta könyvében a 9. rész 1-től 1-től 6-ig, igen. Ézsaiás proféta könyve 9. rész 1-től 6-ig, és fennállva hallgassuk meg, imádságra pedig Nagy József testvért szeretném majd megkérni. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában. Mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Drága Úr Jézus, szívünk hálával telik meg, amikor arra gondolunk, hogy igéd is, ahogy mondja, hogy nem tekintetted zsákmánynak, hogy te Istennel egyenlő voltál, hanem megüresítetted magadat, szolgai formát vettél fel, lejöttél az emberek közé szolgálni azért, hogy megváltsad a bűnös embert az ő bűnéből. Köszönjük Istenünk, hogy te egy szavatartó Isten vagy, te megígérted, hogy elküldöd a szabadítót az emberiségért, és ez a szabadító megszületett, és ezen napon erre emlékezünk, amikor az ige testé lett és lakozott közöttünk. Urunk, köszönjük te néked, hogy ez a fantasztikus ajándék, amelyet az emberiségnek adtál, az emberiségért tettél, köszönjük, hogy ez egyszer és mindenkorra tökéletes áldozatot elvégezve jogot adott nekünk ahhoz, hogy fiak lehessünk. Köszönjük, hogy ma úgy ünnepelhetünk, hogy nem a jászol fölé hajolunk, hanem a szemünket felemeljük, ahogy az angyalok is tanították a mennyben elköszönő Jézus után a tanítványoknak, hogy amiképpen láttátok őt elmenni, aképpen fog visszajönni. És szemünket felemeljük az egekben, és onnan várjuk a mi szabadításunkat, onnan várjuk a mi megváltásunkat. Köszönjük, Urunk, ezt az ünnepet, amely olyan csodálatossá és szépé teszi az életünket, és értelmet ad a mi életünknek. Kérlek arra, hogy segíts meg nem csak engemet, hanem kedves testvéreinket és mindenkit ezen a világon, hogy a szeretet ne csak karácsonykor legyen szeretet, hanem az év többi napján is. Hadd mutatkozzon meg, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Arra kérjünk most téged, áld meg szolgádat. Istenem, hadd tudjon egy szócső lenni szent kezedben. Hadd tudjon eszköz lenni, Uram. Hadd tudja elmondani mindazt, amit szívér helyeztél, és amit nekünk akarsz üzenni. Urunk, kérünk téged, nyisd meg füleinket, nyisd meg szíveinket, hogy mint értelmes hallgatók hallgassuk a te igédet, amely szívünkbe hullva szárba szökken, és 30, 60 vagy 100 annyit terem. Kérlek az Úr Jézus nevében, légy közöttünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim és barátaim, remélem a családi körben már az ünneplésnek egy részét megélhettétek. Tudom, nem mindenkinek volt, és nem mindenkinek könnyű mostanában. Főleg azoknak nem, akik elengedtek valakit az elmúlt időszakban, és nem lehetett mellettük. De ez az életünk, a földi életünknek egy figyelmeztetése.
hogy a kezdetét és a végét, ami mennyei atyánk tartja a kezébe. Mind ahogy láthattuk, a Kósa családban megszületett, és elment valaki. Egyszerre, vagy egy időben. Az Isten kezében volt ez a döntés, és most itt a földi életünkből, a szemeinkkel nem látjuk az egész képet. A mennyből minden más lesz már. Amikor úgy a saját életünket is egybe láthatjuk majd. Az összefüggéseket jobban megértjük. Amit most nem. Néha kapunk belőle visszajelzést, megértést, bölcsességet, vezetést, de az egészet akkor sem látjuk egybe. És ez pont így van jól. Mert nekünk itt kell megélnünk az életünket, a hitünket, a szeretetünket, és itt kell olyan emberré válni, aminek Isten megteremtett bennünket. Sajnos Isten nélkül embertelen emberek leszünk. Olyanok, akiknek ember a nevük, de mégis Isten dicsőítése helyett a saját vagy más emberek dicsőítésével foglalkozunk. Olyanok, akik az életnek csak egy kis szakaszát látják maguk előtt, ezt a földi életet. Ide akarunk mindent belezsúfolni. Itt akarunk mindent megnyerni, mindent elérni, amit csak mi mindennek gondolunk. És közben háttérbe szorul azt, amit a teremtéstől kezdve ott van a lelkünkben, hogy nekünk nem ez a minden. Nem ez a 40, 50, 60, 80, 100, 120 év. Hogy az Isten többet készített el számunkra. És ez a több Jézus Krisztusban, karácsony ajándékában valósággá válik mindenkinek az életébe, aki befogadja. Karácsony nem egy jelkép, nem egy szép ünnep, amelyet jó megünnepelni, hanem az életnek az ünnepe. Azért nem csak egyszerűen a szereteté, mert ez a szeretet az életről szól. Olyan, mint amikor ténylegesen megszületik egy családba egy kisgyermek. Ha az egy normális családban születhetett, akkor az a szeretetről szól, az a gyermek érkezése. De az életről, egy új életről, a szeretetből fakadó új életről. Ez történt, ez Isten szeretetéből. Egy gyermek született. Egy olyan gyermek, aki a mennyből érkezett közénk. Olyan, aki önként hagyta ott a dicsőséget, hogy lejöjjön közénk, hogy nekünk segítsen. Mert volt egy igazán, és van egy igazán nagy problémánk. Az, hogy az a sok gondosság, amit magunk körül látunk, sok nehézséget a világba, lehet ráfogni az Istenre, hogy miért engedi, miért engedte, miért engedheti meg az Isten ezt, vagy azt, vagy amazt. Az az igazság, hogy ez a sok rossz, ami körbevesz bennünket, mind az embernek és a mi bűneink, engedetlenségünk, istentelenségünknek a következménye. És nem ment, igaz ez, nem ment meg mindegyiktől az Isten. Hagyja, hogyha ezt eldöntöttük, akkor menjünk, úgymond a saját fejünk után, ha azt akarjuk. De itt nem áll meg a történet. Isten nem csak ennyit engedett meg, vagy hagyott, hanem adott lehetőséget arra, hogy ne így folytassuk. Ne nélküle, és ne ebben folytassuk. Hanem adott egy másik utat, egy mennybe vezető utat, amit karácsonykor ünneplünk, hogy megnyílt, megérkezett. És igazából Jézus halálában és feltámadásában pedig valóságá vált, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Nem majd lesz egyszer, talán az Isten megadja, hanem Isten döntött. Nem emberek, nem egyházak, nem én vagy te, hanem az Isten döntött úgy, hogy az ő fiában adja meg az örök életet. Adja vissza számunkra, mert ez volt az Isten eredeti terve. A bűn ezt elvette tőlünk. De Jézus Krisztusban visszakaphatjuk. Azáltal, hogy a bűn rákerült a keresztre. Olyan egyszerűnek tűnik ez a mi részünkre. Mint olyan milyen egyszerű egy ajándékot átvenni.
a karácsonyi falat, mennyire várjuk. De azért mindannyian készítettünk már ajándékot. Elkészíteni az már nem olyan egyszerű. Sőleg, akárcsak ha bevásárolunk, el kell menni, meg kell vásárolni, be kell csomagolni, oda rengeteg mindenre jár. Átvenni sokkal egyszerűbb már. Istennek a teremtéstől kezdve készült ez az ajándéka. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztusra nézve teremtetett minden. Nem csak egyszer kitalálta a történelem közepén Isten, hogy na, eljövök Jézus Krisztusban, az én fiamban, és megmutatom, milyen az élet, segítek rajtatok embereken, hanem a teremtéstől kezdve. Mert megadta számunkra a döntés lehetőségét is. Azt is, hogy istentelenül nélküle élünk, de azt is, hogy vele együtt. És a karácsony pont erről szól. Isten ünnepei értünk születtek. És ez is a teremtéstől kezdődött. Azt olvassuk a Mózes első könyvének a legelején a Bibliában, hogy a csillagokat például azért adta világítós testeket az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket. Erre szükségünk van. Nem tudnánk születésnapot ünnepelni, ha ezt Isten nem adta volna meg. Nem tudnánk hova tenni. A csillagok járása, a bolygók járása, forgása adja meg az év ritmusát. Nem össze-vissza van az év, mindig ugyanannyi napból áll. És ezért tudunk ünnepelni is. És Istennek a szívén születtett ez meg. Azért, mert a mi Istenünk, a menny Istene, a mindenek teremtője, ő valahogy az ünneplés Istene is. Olyan, aki együtt szeretne velünk ünnepelni. Az egész ige arról szól, hogy ebbe az ünneplésbe, ebbe az örömbe szeretne benne hívni bennünket. Ezt tervezte el az első emberpárral is. Elment közéjük, és velük együtt volt. Neki ünnep volt ez. Ettől választ el bennünket az, hogy a saját fejünk után megyünk. Hogy az Isten nélkül akarjuk megoldani a dolgunkat. Nélküle akarunk teljes életet élni, gazdagok lenni, itt a földön, életben valamit elérni. De ő szeret bennünket, a mennyei atyánk. Az ő alkotása vagyunk. Még akkor is, hogyha földi szülők gyermekei lehetünk. Az Isten ebbe költözött bele, ebbe a földi létbe. A teremtésébe, hogy nekünk segítsen. Karácsony a világosság ünnepe a sötétség felett. Sokan vádolják is a karácsonyt ezzel, hogy hát nem is ekkor született Jézus Krisztus. Tényleg nem tudjuk pontosan, hogy melyik nap született. Márpedig azért is, mert nincs pontos dátum erre. Ráadásul az első keresztények számára nem a karácsony, nem Jézus Krisztus születése volt a legfontosabb, hanem az ő halála és a feltámadása. Na azt pontosan lehetett tudni, hogy mire esett. A karácsony ünnepét később próbálták egy ünnepre betenni. És azt hiszem, a lehető legjobb választást tették. Hiszen arra az időre, arra a napra, arra az időszakra tették, amikor a természet szerint, amit az Isten megteremtett, a sötétségből elkezd világosodni az egész nap. Amikor a legsötétebb időszak után újból egyre világosabb lesz. Erre az ünnepre tették, erre a régi úgymond pogány ünnepre. Itt lett úrrá, és itt lett valóságá, hogy Isten Jézus Krisztusban elhozta a világosságot. Hogy a sötétség után világosság kezdődjék. János 12. rész 46. versében azt mondja Jézus, én világosságul jöttem a világba. Hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Figyeljük, azt mondja, jöttem a világba. Nem világra jöttem, hanem eljöttem ebbe a földi világba. Világosságul. Hogy a sötétség után egyre világosabb lehessen. És szükségünk van erre. Ugyanúgy, ahogy a homály helyett tényleg hajnal legyen már számunkra. Az éjszaka sötétsége és alvása után az Efézusi levélben szó szerint ezt olvassuk, mert minden, ami nyilvánvaló lett, az világosság, ezért mondja Isten igéje, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Nagyon érdekes ez a kép.
Nem csak egyszerűen egy ajándékozásról beszél karácsonykor, hogy megérkezett Jézus Krisztus és mindegyikünknek az ajándéka, hanem egy ébredésről. Sőt, még erősebben is fogalmaz, egy halálból való feltámadásról. Hogy ez az ajándék nem az élőknek szól, hanem az alvóknak és a halottaknak, akik a bűneik, az istentelenségük, gonoszságuk miatt nem az Isten szerint éltek, és az Isten előtt és az Isten számára halottak voltak. Egy másik világban éltek, a gonoszság uralmába. És Isten nekünk, nekik, mindezeknek elhozta az ő ajándékát, a világosságot. Hogy ne maradjunk halottak. Ne kelljen aludnunk, és ne kelljen úgymond végig álmodni csak ezt a világot, és aztán fölébredünk a szörnyű valóságra, hanem az Isten valóságos álmai, ami nem álmok, amik lehet, hogy megvalósulnak, lehet, hogy nem, hanem amik valóságá lesznek majd. Ilyenek egyébként a proféciák. Nagyon érdekesek, hogy valamikor régen rólad Isten kijelentést adott, sőt, még le is írták azt. Nagyon érdekes, nem tudom, más is tette ez, most az elmúlt napoknak lehetősége volt, hogy régi képeket nézegessünk, családi képeket, és úgy belelátni, hogy hogy néztek ki a gyermekeim, a rokonaim évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és vajon mit gondoltunk akkor? Ritkán van, hogy valakiről elhangoznak akkor kijelentések, hogy mi lesz belőle, hogy nagy lesz. Az Istennél viszont ilyen kijelentések hangozottak el rólad. Hogy mit tervezett a te életedre? Ezekről szólnak a proféciák. Mert igaz, hogy most éppen Jézus Krisztusról, az ő születéséről, az ő hatalmáról és dicsőségéről olvastuk Ézsaiás könyvében a proféciát, de egyben ez rólam és rólunk is szól. Hiszen benne Isten megszólított téged is. Vagyis szó szerint a neveden hívott, hogy te is gyere. Téged is hívlak az ünneplésbe. Téged is szeretnélek kihívni a sötétségből, hogy a világosság gyermeke légy, hogy homály helyett a hajnal kezdődjön az életedbe. Hogy lehet, hogy még nem látsz mindent világosan, de legalább az Isten országában élj, és Isten felé tartson az életed. Halál helyett életet hirdet. Az életünk egy folyamatos változás, fejlődés, növekedés. Legalábbis egy ideig mindenféleképpen a testünk számára. Néha szeretnénk emiatt a múltat visszahozni, amikor valami szebb volt, jobb volt, és egy szörnyű átok is lehet az ilyen nosztalgiázás, amikor valaki benne marad a saját dicsőséges múltjába, szép múltba, amikor olyan jó volt még minden. Nem azért, mert arra nem érdemes emlékezni, csak ha eltakarja a jelent, és az próbálja plótolni azt, hogy most mi legyen az életemben, az nagyon nagy probléma ez. Az életedet bármilyen szakaszban is vagy. Ha nyomorúságban, nehézségben, talán még kilátástalanságban is, akkor is Jézus Krisztussal érdemes egyedül építeni. Az lesz a jövőd. Ne emberi megoldásokat válasz. Ha az Isten adott neked mennyeit, adott számunkra egy segítőt, egy megváltót. Próbálkozhatsz továbbra is a saját bölcsességeddel, meg emberi megoldásokkal, de az Isten most is előre is újból figyelmeztet, hogy ne próbáld, ne akard egyedül megoldani azt, amiben ő adott segítséget. Ne légy büszke, ha lehetnél előtte, az Isten előtt alázatos. Hogy ne emberektől félj, vagy ne eseményektől, ne attól, hogy leszel elég erős, hanem az Istent féld. Az, akinek van hatalma arra, hogy az életedet visszavegye, és akár elítéljen. De arról is, hogy felmentsen. Ő hívott meg magába. Ezért olyan hatalmas dolog a karácsony ünnepe, hogy ennyire törékenyen eljött Isten szeretete közénk. Azt jelentette, hogy ki volt szolgáltatva a körülményeknek. Olvassuk azt, hogy Heródes megölette azokat a gyermekeket, akik vele egykorúak voltak, amikor megtudta, vagy világos lett számára, hogy lehet, hogy egy király érkezik.
A probléma az volt, hogy Heródes nem lehetett volna király, legalábbis Izraelben semmiképpen, mert nem a királyi családból származott, ráadásul egy másik népből származott, azt is lehet mondani, hogy trónbitorló volt. És mindenkit megöletett, aki Betlehem környékén, vagy Dávid házából, a királyi családból származott. Ugye nem csak Jézus, hanem más is. Mindenkit. Hogy véletlenül sem támadjon senkinek kedve, hogy az ő akaratát valaki átlépje. Ma is annyira könnyen az akaratunk fogjai leszünk. Amikor mindent megpróbálunk talán magunk körülött is eltüntetni, amit az Isten szeretne, hogy felnövekedjen. Ne az Isten próbáljuk meg korlátozni az életünkbe, hanem a saját akaratunkat. Hogy megérthessük, mi az a csodálatos imádság, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Hogy megérthessük, hogy ő a legjobbat tervezi számunkra. És amit mi talán veszteségnek élünk meg, az lehet, hogy pont a javunkat szolgálja. Ő halál helyett az életet tervezte. Az életünk nem egy múzeum, ahol gyűltögetni kell a szép emlékeket, hanem folyamatos tanulás és fejlődés. Lehet, hogy ott vannak a régi dolgok is. De folyamatosan változik, mert az Isten ezt tervezte. Mindahogyan hiába szeretted a régi ruháidat, ha már kinőtted őket, a növekedésed közben, mindig újra kell. Az élet Krisztusban benne van a növekedés. Ő maga az élet. János 14.6-ban, azt hiszem ismerős ez az ige, azt olvassuk, hogy Jézus úgy beszél önmagára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Szeretnél Isten felé közeledni? Ott van Jézus Krisztusban. Minél jobban elszánod és odaszánod magad, hogy megismerd őt, annál inkább megismered ezt az utat, az életet és a benne lévő valóságot, vagyis igazságot. Ő az élet. Nem, rajta kívül nincs élet. Mármint olyan, ami az örök életre vezetne. Rajta kívül ez a földi nyomorúságos élet van. Benne viszont egy teljes élet lehet. És beszél itt Ézsaiás egy nagyon érdekes dologról, a háborúkról, annak a szörnyűségeiről, amit sajnos az emberiség folyamatosan átél. Hiába lettünk egyre okosabbak, bölcsesek, hiába vannak egyre jobb technikai berendezésünk, nem tudom, észrevettétek-e, ez nem segített nekünk, hanem egyre többet tudunk pusztítani. Amikor még csak kardunk voltak, akkor legfeljebb egyik ember a másikat tudta elpusztítani. Most utána lettek puskáink, géppisztolyaink, mindenféle, egy ember rengeteg embert el tud pusztítani. Aztán lettek bombáink, amihez még kevesebb ember kellett az, hogy minél többet elpusztítani. Egyre okosabbak lettünk, és egyre jobban tudunk pusztítani. És használjuk is, sajnos. Ott van az a kettőség az emberben, mert az Istentől teremtettek vagyunk, ránézve teremt, hogy akarjuk a jót. Bennünk van a vágy a békére, a világ békére, meg sok jó dologra. És az a ködél benne, mint a mindenhol így lenne. És közben pedig ott van az a mérhetetlen gonoszság, ami ugyanúgy bennünk van. Itt van az emberben. És használjuk is sajnos. Na ezt látta az Isten. Mi mindig megmagyarázzuk, hogy ember azért alapvetően jó, dehogy is. Hát nézzünk körül, mit csinálunk. Hogy hiába tudunk egyre többet, arra használjuk, hogy hogyan tudjuk elpusztítani magunkat, másokat, a földet, a környezetünk, mindent, amit az Istentől kaptunk. Isten ezt szeretné a szívedben először visszafordítani, mert az az igazság, hogy ott kezdődik el minden. A szívednek az állapotán az, hogy ki az Úr ott, te vagy az Isten. Meghívtad-e Jézus Krisztust oda, hogy tényleg ő vezessen téged? Meg tudtál alászkodni végre arra, hogy ilyen egyszerű dolgot, amit még a gyermekek is megértenek, hogy Jézus Krisztus értünk született meg, azt te is befogad teljesen. És tényleg hagyd, hogy Isten ereje, élete valóságosan munkálkodjon bele, hogy vereség helyett győzelem legyen az életed. Mert nem arra a győzelemre születtünk, hogy másokat letapossunk és megalázzunk, hanem a gonosz felett való győzelem, ez pedig a jóval lehet. Nem lehet bármely eszközzel. Isten pont ezt mutatta meg. Ő megtehette volna, hogy elsöpri az egész világot, de nem ezt döntötte el. Jézus azt mondta, hogy megtehetné,
hogy kéri az atyát, hogy angyalok seregei jöjjenek el neki, hogy segítsenek. És azok, akik ellene támadtak, sehol nem tudtak volna megállni vele szembe. Sehol. Esélyük nem lett volna. Megtehette volna, mert hatalma volt rá. Figyelj, volt lehetőség rá. De a szeretet útját választott, amivel segíteni tudott. Nem legyőzni, hanem segíteni. Nagyon más út a kettő. És ezt jött el hozzánk megtanítani a mi Úrunk Jézus Krisztus. A gonoszszal ellen a jóval kell győzni. A gyűlölet helyett valóságos Isten szeretetével. Nem olyan kirakat szeretettel, amit elő lehet venni néha, aztán vissza lehet tenni a dobozba, hanem valósággal, amikor ott a szíved mélyéből szeretet jön ki. Ezért soha ne haragudj azokra, akik kihozzád belőle a legrosszabbat. Mert az ott van. Ők még ha nem is jól, vagy nem is élvezik, de Isten eszközei abból, hogy megtudd, hogy milyen vagy. Mi van még benned. Isten ezt szeretné, ha ott belül formálna át. Belül hagyná azt, hogy megtisztítson teljesen bennünket. Mert Jézus Krisztus a győztes. Ő az, aki a mennyből nézve is győztes. Nem itt a földön, akinek akkor szobrot állítottak, mert nem áll. Azóta sokat természetesen. De akkor nem. Hiszen nem hadseregeket győzött le. A Jelenések könyvében azt olvasjuk az 5. rész, 5. versében, így már onnan fentről, az egyik vén így szólt hozzám, Jánoshoz, ki látta mindezt, ne sírj. Ne sírj a sok lehetetlenség látján. Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a hét pecsétjét. Lesz olyan, hogy sírni fogsz, mert van miért. A nehézségek felett, a gonoszság felett, a sajátjaid miatt is, meg mások miatt is. Ami elveheti a könnyeinket, a halál miatt, a halálfélelem vagy a nehézségek miatt, az egyedül az, hogy ő győzött. Azzal is győztes, a győzelmét elkezdte, amikor megszületett ezen a földön, és akkor is, amikor vállalta a keresztfán a szenvedést értem, és azzal, hogy feltámasztotta Isten az atya a halálból, lett valódi és végső győztes. Neki van hatalma átvinni téged a halálból az életbe. Most is. És a karácsony ünnepe, az ő szeretetének ünnepe erről szól, az életről. A szeretetből fakadó életről. És ez az örömhír tényleg mindenkinek szól. János evangéliumának az elején olvassuk ezt az örömhírt a bevezetőként, a 6. verst, vagy a 9. verstől. Az ige, vagyis Jézus Krisztus volt az igazi világosság, amely megvilágosított minden embert, ő jött el a világba, született bele. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övé nem fogadták be őt. És most jön, ami rólad szól, és rólam. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat, lehetőséget adott arra, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem az Istentől születtek. Jézus Krisztusban valóság lehet, hogy Isten családjába kerülök bele. Ahogy befogadtam Jézus Krisztus, azzal együtt Isten is befogadott engem az ő ünnepébe. És lehet, hogy itt a földi életben tényleg sok nehézségünk lesz. És van is még. De abban a reménységben és abban a valóságban élhetem, hogy már az Isten velem. Ki lehet ellenem? Egy más világ föltárulhat. Az ige beteljesedett, de a te részed, mármint az, hogy Jézus Krisztus megjelent a világ világossága, de a te részed van még vissza, akik befogadták. Mert ez már rajtam függ, vagy tőlem függ ezt a döntés, az én döntésem, hogy beengedem-e ezt a világosságot az életembe. Jézus használja ezt a képet, hogy az ajtó előtt állok. Ezt a Jelenések könyvében olvassuk. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki meghallja a hangomat, az beenged. Értitek? Beenged. Nem bemegyek egyszerűen, csak rátöröm az ajtót, beenged. Ne ragaszkodjunk
és ne ragaszkodj soha olyan dolgokhoz, amit az Isten rossznak akar, rossznak lát, amit tudod, hogy nem helyes. Engedd meg, hogy Isten világossága tényleg a felszínre hozza benned azt, aminek teremtett, a legjobbat, a legnemesebbet, a legcsodálatosabbat, mert amilyennek Isten megteremtett. Sajnos pont minden istentelenségünk, minden önzőségünk deformálja ezt. Az Isten viszont újra tud teremteni, újra tud formálni. Ez az a világosság, amely nem mai napról szól, hanem elkezdett világítani Jézus Krisztusban, és a te életedet is beragadjoghatja. Nem csak itt a Földön, hanem az egész életben. Így is lesz nehézségünk elég. De az Isten szeretete, az ő világossága már ott lesz a szívedben, ha befogadtad. Ő vezethet, és ő ad a teljességet. Ez a karácsonynak az ajándéka Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen.